Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most következő műsorszám megtekintését 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánljuk. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Egy utazásra, egy kalandra hívom önöket, kedves beszélgető partneremmel, dr. Sári Gyulával, nyugalmazott belgyógyász főorvossal, esztétával, műkritikussal, és azt hiszem, ezzel mindent el is mondtam Gyula bácsiról. Nagyon jól ismerjük itt a városban, ismerjük munkásságát, és azt hiszem, hogy sokat tanultunk már eddig is Gyula bácsitól, és most is arra kérem, hogy tanítson bennünket. A beszélgetésünknek több része lesz, több féle megközelítése, de egy témája, és ez az egy téma, az emberi test, amiről azt gondoljuk, hogy ismerjük, hogy jól ismerjük, de most ki fog derülni, hogy hányféle aspektusból megközelíthető az emberi test fogalma, az emberi test látványa, az emberi test belseje, mert erről is fogunk beszélni az orvosi anatómia kapcsán. Beszélgetésünk első része címe az ember, mint a legfejlettebb élőlény, és azt hiszem, hogy ebben nem lehet vita senki között, hogy az ember a Föld legfejlettebb élőlénye, hiszen az emberi testnél nincsen tökéletesebben működő szerkezet. Köszönöm szépen a nagyon kedves vezetést, és nagyon szépen köszönöm a sok szép jelzőt, igyekszem neki majd eleget tenni. Igen, abban mindjárt megegyeztünk, hogy az ember legfejlettebb lény, de én ezt még kiegészíteném azzal, hogy élőlényként egyedüli, amit még ismerünk a kozmoszban, a világ mindenségben. És az, hogy a Földünk ilyen kitüntetett lényt hordoz, ez felelősséggel is jár erre a kitüntetett lényre, mert nekünk ezt a kicsi kis Földünket valahogy meg kell őrizni. Hogy milyenek vagyunk? Testileg azt hiszem minden ember teljesen egyforma, mert ha nem lenne egyforma, akkor nem lehetne az orvostudomány a világ minden részét ugyanannak az emberi testnek a tudója, meg helyrehozója. Bonciton is kétféle van. Van egy művészeti anatómia, és van egy orvosi anatómia. A művészeti anatómia annyiba különbözik, hogy nem érdekli a zsigereknek, hogy mit csinálnak, hogy a szív hogyan ver, stb. Az csak az érdekli, ami a teljesen sima bőrfelület alatt, mint a látható és esztétikailag értékelhető jelenség jön elő. Ezzel a művészet foglalkozik, de művészet tudomány nélkül nem jöhetett volna létre, mert hogyha elhoztam ezeket a kis szobrokat, megnézzük, minden olyan világegyetembe megjelenő ember, aki magáról feltételezi, hogy ember, és keresi valahol az Istent, valahogy mindig eljut az emberi formától egészen az Isten lényig, amit magának megmagyarázni kíván. Én most azzal nem megyek be, mert a teológia dolga. Én magával a kis emberkével akarok foglalkozni, azzal a kis emberkével, akit már az egyiptomiak Krisztus előtt 6000 évvel megismertek, mégpedig annyira, hogy fel is boncolták. És ebből én levontam magamnak azt a körülményt, hogy amelyik társadalom boncolást megengedte, és a boncolást el is végezték, az előbb-utóbb teljesen hibátlan emberi testhez jutott el, amit aztán hibátlanul ábrázolni is tudott. Míg ez nem volt, addig az emberi test ábrázolhatatlan volt anatómia nélkül. Éppen ezért a tökéletes egyiptomi testnormák alapján elkészített kis usepti szobor, ez már egy fejlett művészetet mutat, amelyik után jött Európába egy korszak, amikor még nem volt boncolás semmi se, ősember megjelent, megfogta a vadat, megette, de gyerekeket kellett neki összefabrikálni, és ahhoz ő neki egy teljes egész női test kellett.
A női testet ők nem abból a szempontból nézték, hogy szépe, hanem milyen könnyen tud szülni. Éppen ezért előjöttek azok a kis szobrok a föld alól, amiket a szülés könnyűsége miatt felajánlottak azoknak az isteneknek, akiket nem ismertek. Ezek általában széles medencéjű kis szobrok, amelyek azt mutatják, hogy a medencét fontosabbnak tartották, mint a melleket, ami a csecsemőt táplálta, mert is végeredményük onnan várták a hasból a kisbabát. Ezeket mi most steltopingáknak, tehát zsírfenekű hölgyeknek hívjuk, és nagyon sok van belőle, ezek a termékenységi kultusszal járó népeknek, a termékenységi isteneiknek a nőnemi alakja. Azonban, ha ránézünk erre a kis alakra, ez több ezer éves, 6000 éves majdnem, ez egy termékenységi isten, pánisten, tudjuk, hogy görög, mert görög szakálla van. Igen. És a pánistent a görögök óriási nagy hímtaggal ábrázolták, amelyik őszemükben a nemzőkészség tetejét jelentette. Talán nem is tévedek ebben. Amikor a görög kor lezajlott, akkor Európa összes részéből felszívta magába azokat az információkat, amelyek szükségesek voltak, hogy a maga tudományát már megcsinálja. Tehát örök tudományosság körülbelül 3-400 évvel Krisztus előtt a nagy gondolkodóikban, meg a nagy orvosaikban megjelent. Európa ettől kezdve megállás nélkül fejlődött, de volt olyan meglátás is, amelyik azt diktálta az embereknek, hogy nem jó annyira belemerülni az embernek emberi lényébe az, hogy matéria, vagy anyag, hogy hasonlít az állatokra, hanem mi nézzünk föl az égre, ott van valami. Igen, de hát akkor milyen az Isten? És erre kitalálták, hogy hát az ember ilyen, akkor az Isten is valószínű ilyen, mert a Biblia azt mondja, a saját képére és hasonlóságára csinálta az ember. Igen, ez a mitosz, ez a római katolikus vallásban is így van a teremtésben, azonban Prométheusz is megfabrikálta maga agyagemberkéjét, de az Istentől kellett neki lelket topni bele. És azért, mivel ellopta a tüzet, hogy az ember életre keljen, ezért Zeus megbüntette, Kaukázushoz láncolta, és egy saskesejű minden nap kitépte a máját. Hát ez a mitosz. A mitosz az Isten vallásokkal együtt befejeződik, mert a mitoszok nem ültethetők át teljes egészükben a transzcendenciába, tehát a filozófiába. A mitoszokból lettek azután a vallások, minden vallásnak van egy mitoszos előképe, hát a Krisztus vallásnak az Ószövetség, a teremtés és a zsidóság, de megvan a Koránnak is a maga előzménye. Minden vallás csinált magának, ha nem volt egy isteni előképet, amelyikből levezett aztán a vallását. Azután Európa addig fejlődött, míg elérkezett oda, hogy az ember tökéletes arányokban tudta ábrázolni. Egy kis szobor bemutatja, hogy hova fejlődött Egyiptomtól, mert a vegyitumi szorot a nagy fenekű steltopingától, termékenységi istentől. A torzó, ez már modern, de egész alakossak általában mi művészetünk ember alakjai. Az anatómia az nekünk olyan, mint másnak a Biblia. Mi ebből ismerjük meg, hogy ha valami fáj, azt felkeressük a testbe. Nekünk ezt kiválóan kellett tudnunk, de az is hozzájárul ennek a tudásához, hogy akkor, amikor mi az embernek valamilyen funkcióját, gondolkodását, hangulatát akarjuk leírni, akkor elővesszük az anatómiát, és megnézzük, hogy a testéről milyen izomok közvetítenek izombeszédet, jelbeszédet, vagy testbeszédet, ahogy nevezzük. Leginkább az emberek szeretik figyelni a beszélgető partnerük, vagy kapcsolatban lévő másik embernek az arcát, mimikája, mit mond.
Azonban, ha mimikára nézünk, majd ezt is bemutatjuk, akkor tudni kell, hogy millió és millió kis izomkát apró, finom idegszálak mozgatnak, és ezen az elizmosodott fejen a mesés mosoly akkor jelenik meg, ha ezek a kis izmok teljesen rendszerbe kezdenek megmozdulni, és nem elhúzzák meg ide-oda, tehát görbítik az embernek a szemöldökét, száját, vagy a nyelvét. Az emberről, mint a vallás művelőjéről beszéltünk már, a vallásról, a vallások alapjairól, és minden vallásnak az alapja a hit. A hit, ami az emberi testben, a testben legbelül van. És hát mondhatjuk, hogy ez mégsem az anatómia része, a lélek. Erről mit kell tudnunk? A lélekről azt kell tudnunk, én ezt most magamnak állítottam így össze, és arról győződtem meg, hogy amit mi léleknek nevezünk, az az ember holisztikusan felfogott, tehát teljes egészében felfogott ember létének a kisugárzása. Tehát nem mondhatom azt, hogy a lelkem csak a nyelvemben van, mert szépen beszélek, csak a szememben van, mert szépet élvezem, hanem van az agyunkban egy jó másfél literes kamra, amelyik tele van lágy agyvelővel, amelyikből millió számra ágaznak ki az idegek, amelyik minden egyes izom sejthez, minden egyes szervi sejthez közvetítik az impulzusokat, és amikor lélekről beszélünk, akkor az egész ember reagál. Tehát egész ember reagál lélekként. A lélek tulajdonképpen egy vezérelt állásfoglalás, amely vezérlést az agy végzi el. És akinek az agyában nagyon sok szép gondolat, zenemű, költemény, azután tanulság halmozódik össze, annak választékos lesz a beszéd, és azt mondjuk, hogy szép a lelke, mert szépen beszél. És éppen ezért a beszéd stílusát föl lehet használni arra, hogy valakinek lemérjük az intelligenciáját, áttételesen a műveltségét, még áttételesebben a lelkét. A lélekkel, az emberi lét céljával nagyon korán, és az emberi testtel természetesen nagyon korán elkezdtek foglalkozni. Az emberek, mondhatjuk, hogy nagy gondolkodók, Hippokrátesztől Heideggerig, de nagyon sokan, megszámlálhatatlanul sokan állítottak fel teóriákat azzal kapcsolatban, hogy nekünk mi dolgunk van a világon, a mi testünknek, a mi elménknek mi dolga van ezen a világon. A művészetben ez hogyan jelent meg? Hát ez egy nagyon komplex kérdés, bár most maga nagyon egyszerűen fogalmazta Igen. meg. Ez annyira lényegbe vágó. A művészet tulajdonképpen egy emberábrázolás. Annak az embernek az emberábrázolása, aki többet tud, mint a közönséges ember a társáról. Aki megfigyelte a másik embernek azt, hogy hogy mosolyog, hogy nevet, hogy csapkod, hogy öl. Ezek mind emberi funkciók, amelyeket a művészet, majd bemutatjuk a képeit, ábrázolni képes. Ez az ábrázolás azonban függ attól, hogy az embernek milyen készségei vannak, manuális készsége, tehát szobrászi festésítés, tehát színekhez ért, zenét komponál, amelyikben düh, harag, élet, szeretet, szerelem, minden megjelenhet, akár csak a többi művészetben. Azután az emberi test elkezd beszélni már a művészhez, a testbeszéddel is. Ezt elleszni nagyon nehéz, és ezt nagyon szépen megfogalmazni, csak a legnagyobbak tudják. Ezért ugye nevetségesnek látszik egy ilyen nagyfenekű nő, aki hozzánk semmit sem mond, de az ősemberről azt mondta, hogy szüljetek nekem sok gyereket, de könnyen. Vagy a többiek. Hát a vallás az nagyon régen megjelent. Az ősember észrevette, hogy a villám agyon csapja a társát, azt is észrevette, ráomlott a föld, azt is észrevette fél a sötétbe, de ezeknek kellett valami okot keresni. És az okkeresés eljutott a vallásig. A vallás oka mindig valami emberi tartózkodás valamitől. Tehát az embernek, a pszichológusok azt mondták, egy apa komplexumra van szüksége,
mert az apa vigyázott ránk is gyerekkorunkban. Tehát Isten végeredményben egy apa pózik, az is mondjuk Atya Isten, vagy Atyánk a nagy Németország, de az oroszokban azt mondják anyácskánk, így van, a igen. Föld. Igen. Úgyhogy úgy az női nem, mint a férfi nem képviselve van a mitoszok nyelvébe, és ezért általában isteni családokat szoktak kinevezni. Szűz Mária, Jézus, Bráma, Visnu, Siva, itt már háromság van, de ezek is rokonságban vannak egymással. Tehát minden vallásnak megvan a maga teológiája, amelyikre azt szereti mondani minden teológus, hogy az már tudomány, mert teológia, Isten tan. A tudós ember az valószínű ezzel nem tud kiegyezni, mert csak a tudomány nevezheti tannak, amelyik ugye megjelenik először a görög gondolkodásnak az őskorába. Már maga Platon úgy fogalmazott, hogy az ember kettőség, test és lélek. Igen, és ez hozzátette, amire aztán rácsapott minden vallás, hogy a test halála után a lélek egy örök létbe megy át, ahol Istennek elbírálják maga, hogy a Földön mit csinált, mert ezt Isten teremtette az ember, tehát csak ő bírálhatja. Ez az utolsó ítélet. És ennek a képi megformálása rengeteg van a művészetben, majd erre is kitérünk. Vajon mi ösztökélte arra az embert már a legkorábbi időkben, az ősembert is, hogy ábrázoljon? Még akkor csak mondjuk barlang rajzokkal, aztán majd kisebb, egyszerűbb szobrokkal, de már akkor jelentkezett az igény arra, hogy az emberi testet ábrázolni kell, és ez végigkíséri az emberiséget, hol így, hol úgy, de mindig ábrázolták az emberi testet, és gyönyörű szobrokba öntötték. Hát, a szobroknak a gyönyörűségén általában vitatkoznak az emberek, hiszen az ízlése nem mindenkinek egyforma, csak az ízlés attól függ, hogy mennyi művészetet szopott magába, elsenve a múzeumoknak a szép képeiről, szép szobrairól, azt, ami neki tetszett. Tehát nem mindenkinek tetszik. Egy antropológusnak ez biztos tetszik, ez biztos. Mert ő neki sokat mond. Igen. Én nekem jobban tetszik a 20. századi torzó, amelyikben az emberi testnek az erotikus tartalma dacára annak, hogy nincsen keze, lába és feje, tökéletesen kifejeződik, és amikor azt a kis vékonyka drapériát, ami lehet egy sál, vagy egy kendő, ugye a nyakán keresztül vett le, a mellét egy kicsit letakarta, ez fokozza ennek a torzónak az esztétikáját, de esztétikán belül is a szexuális tartalmát. Ezért, amikor valaki azt mondja, hogy nem tetszik, mert nincs feje, nincs fel, mi az a torzó? Hát ez semmi sem. Torzó ez is. Tökéletes torzó. Ennek sincs se lába, se keze, semmi. De ennek a szexualitása csak tünet, ezért pedig művészet. Volt-e valaha tabu az emberi test a művészetben? A vallásban tudom, hogy igen, az ábrázolása, de a művészetben? Művészetben? Hát nézze, ha a portrékat nézzük, akkor volt tabu, egészen biztos, mert hisz különböző politikai rendszerek vezetőit a szobrászok általában megmintázták. Uh-huh. Például, ha nem tehetném ki Hortit, pedig van Tapolcán egy Horti szobor, amit Martó László csinált, de hát ugye ő hát jobboldali, szélső jobboldali volt. Marxot ma nem engednék kitenni a Jobbik vagy a Fidesz, mert azért Marx azért szélső balas. Aztán nem lehetne kitenni a középkornak a nagy inkvizitorait, mert azok is millió ember gyilkoltak még. Hadvezéreket, Tamerlánt, ez a Dzsingiszkánt, amik milliókat öltek meg. Ezeket nem szoktuk kirakni, ne emlékeztetnek bennünket a halálra. A művészet azért van, hogy a szépségre emlékeztessen. És szívesebben látunk szépet, szép arcot, mint
mintha változtókat. Bármilyen nyire ki van izolva, egy gyúrva, bármilyen éles, gyönyörű kardot tart, de ölni képes. Az nem. Én nagyon, hogy mondjam, szépség és szelítség párci vagyok. Bár a nejem biztos nem ezt mondja. És a beszélgetést is azzal kezdtük, hogy az ember legfejlettebb élőlény, de amikor ezeket a gondolatokat hallom, akkor sokszor elgondolkozom rajta, hogy valóban, aki ilyet tesz, az egy fejlett élőlény, aki milliókat le tud gyilkolni. Hát meg kell nézni azt, és az a milliók méreztek neki áldozatul. Ha azt nézzük, hogy Amerika millió számra gyilkolta a németeket, akkor a megérző volt, hogy a németek kezdték, tehát bűnhődniük kellett azért, hogy a politikai rendszerüket rá akarták erőszakolni a világra. De ugyanakkor Amerikát is elmarasztalhatjuk, mikor azt nézzük, hány millió rabszolgát húzott Amerikába ingyen dolgozni a déli gyarmatokra. És mennyi indiánt meggyilkoltak őslakosokat? Mennyi indiánt meggyilkoltak. Szóval az ember az végeredményben egy bosszú álló haramia. Nagyon kevés a szelíd ember. De nézzük csak, mennyi embert égettek meg azért, mert ugye benne van a magyar költészetben az, hogy homo iusion, vagy homo usion, ezért meg kell valakinek halni, mint az ember tragédiájában. Ugye, a homo usion és homo iusion négy szó csak egy jotta, és ezért az egy jottáért egy ember már megégettek, mert a homo usion hasonló nemű, vagy homo usion azonos nemű. Hát ilyen szamárságon kellett embereknek meghalni. Szóval ezeket a dolgokat az emberiség szereti elfelejteni, de ezek élnek a tudatunkba. Élnek, mert ugye számtalanszor felettek dolgozva teológiákba, és ezen az alapon ítélkezhettek egyházi bíróságok, de úgy, hogy nem ők hajtották végre a halálos ítéletet, csak kimondták, és ellentmondani nem lehetett. Tehát ezért egy vallás, ha teljhatalmat kap, az nagyon veszélyes. Ugyanúgy veszélyes, ha egy politikai rendszer teljhatalmat kap, az is. Ezek a túlzások, ezek azok, amik az emberiségnek rengeteg gondot okoztak, meg rengeteg bánatot. Az ember ábrázolás ennek tükrében mindig idomult azért a megfelelő, éppen aktuális vallási szelekhez, politikai szelekhez, művészeti irányzatokhoz. De ha az idő szövedékét nézzük, akkor azért mindig meg lehet találni minden időszakban a tökéletes alkotást, vagy legalábbis a tökéleteshez közelítő alkotást. Attól függ most, mit nézünk tökéletesnek. Mert akkor, hogyha a mai kornak a szobrait nézzük, és azt mondjuk, hogy a mai kor szobrainál tökéletesebbet nem alkottak a művészek, akkor csak egyszerűen fel kell ütni egy modern szobor képét. Mi ez? Pedig ez modern, és kiállítják múzeumban van. Hát azért ez kétségbejtő, ez a szobor, vagy ez. Hát igen. De ugyanakkor Picasso pocsékul csinálta meg ezt az emberállat szobrot, és mégis milliókat adnának érte egyes múzeumok, ha megkaphatnák. Mert Picasso. Mert Picasso. Igen. És ő többet tudott az emberről, mint bárki más, de rungálta az emberképet. Viszont általam legszebbnek tartott emberkép a három grácia, amelyiket egy 20. századi szobrász Majol álmodott meg. Egy kicsit, ha nézzük, úgy néz ki, mint egy tramplik lennének ezek a nők. De itt egyszerűen arról van szó, hogy életerős, szép, egészséges nemzedéket formált meg, amit jó volna apák is le tudnának utánozni. Jó, bácsi, a beszélgetésünk első részének a végére értünk, és onnan folytatjuk, hogy az ember, mint a teremtés koronája. Ez lesz a következő beszélgetés témája.